szívta a levegőt. Fújt ki, hozd a karjaidat a szívedhez. Jóga órától csendes a sportcsarnok Máté Szalkán. Ennél a mozgásformánál elengedhetetlen a gyakorlatok előtti elcsendesedés. Az összpontosítást igénylő sport nem csak a testre, hanem a lélekre is jótékony hatással van. A jóga azt szokta mondani, hogy a testre, a lélekre és a szellemre egyaránt hat. Amikor elkezdjük a jóga órát, akkor azzal kezdjük, hogy megkérjük az elménket, hogy csendesedjen le. Miután ez megtörtént, átadjuk az irányítást a testünknek, és a testünk vezet bennünket végig a jóga óra közben. Nem gondolunk semmire, az van az eszünkben, hogy meg tudjuk csinálni az egyes ászanákat, és egészen egyszerűen csak jól érezzük magunkat benne. A programot a Jóga Világnapja alkalmából a Máté Szalkai Önkormányzat szervezte. Ez a nyári napforduló az az időpont, amikor a leghosszabb a nap, és hát ezt évszázadok, évezredek óta az emberiség különféle kultikus, misztikus, egyéb dolgokkal ünnepelte meg, aminek a rövid foglalata az, hogy ünnepelték a világosság győzelmét a sötétség felett. Hát Máté Szalkán a fény városában ne lenne ennek a rendezvénynek helye? Természetesen van. És nagyon örülök annak, hogy különféle kiállítók már megtöltötték a Máté Szalkai Sportcsarnok épületét, és tudom azt, hogy a mai napon nagyon sok olyan programmal tudunk kedveskedni a Máté Szalkaiaknak, ami nem csak a testüknek, a fizikai egészségüknek jó, hanem a lelküknek is, hiszen fontos, hogy a lelkünk és a testünk egy harmónia mentén működjenek. Szeretném külön megköszönni a szervezőknek, akik ingyen bérmentve szívüket, lelküket beletéve szervezték ezt a rendezvényt. A programra kicsiket és nagyokat is vártak. A jóga gyakorlásán túl a sportcsarnokban felállított standoknál egészségügyi tanácsadásokon is részt vehettek a látogatók, emellett kiállításokat is rendeztek a szervezők. Igyekeztünk úgy összeállítani a kiállítók körét, hogy mind a testi és szellemi és lelki egészségre is tudjunk hatni, és aki ide eljön, az egy komplex csomagot kaphasson érdeklődési körének megfelelően. Próbáltuk a spirituális és kevésbé spirituális lehetőségeket megteremteni, szűrésre van lehetőség a helyszínen, étkezési tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, tehát teljesen vegyes portfóliót állítottunk össze mai napra. A jóga szanszkrit eredetű szó, jelentése összekötés, egyesülés. Az indiai bölcsek évezredekkel ezelőtt kutatták a természet és a világegyetem titkait. A felhalmozott tapasztalatokból és ismeretekből egy átfogó rendszer jött létre, amelyet jógának nevezünk. Ez a tudás a mai kor embere számára is hasznos, gyakorlati útmutatással szolgál a testtel, a légzéssel, az összpontosítással és a meditációval kapcsolatban, amely segít többek között a mindennapos próbatételek leküzdésében is.